Ez a traktor és sofőrje engedélyt kapott, hogy téli üzemmódra váltson. A képek még korábban készültek. Egyebek mellett így készül a városgondnokság a téli útüzemeltetési rendjére. Ilyenkor a fő- és tömegközlekedési utak takarítását kezdik meg először, de mintegy 350 busz megállót és 300 kilométer járdát is síkosságmentesítenek Fehérváron. Ezzel együtt a hóügyelet is elkezdte működését. Ilyenkor a kollégáinkat és az eszközöket készenlétbe helyezzük. Ugye ez azt jelenti, hogy a parkfenntartást végző gépeket átszereljük a síkosságmentesítést végző adapterekkel, és a kollégákat felkészítjük, illetőleg összeállítjuk azt a idejében közel 60 fős állományt, akik a téli munkákban részt vesznek, ugye aktualizáljuk a feladatterveket. Összesen 6 nagy gép, 10 kis gép és busz megálló takarító járatok dolgoznak, ha szükséges. Első ütemben a fő- és tömegközlekedési útvonalak, a gyűjtőutak síkosságmentesítése történik meg, és a különösen fagyveszélyes, forgalmas útszakaszokat takarítják, melyre vélhetően a következő időszakban nagy szükség lesz. A munka több ütemben valósul meg. Egy 1-es, 2-es, 3-as ütemre osztottuk a várost, ugye ez a fő- és tömegközlekedési útvonalak, lakótelepi utak és gyűjtőutak, valamint a családi házas övezeteknek az útjai. Ugye ezeket jogszabályok határozzák meg, hogy mi alapján választjuk ki ezeket az utcákat. A síkosságmentesítő anyagot már télen megvásároltuk, abból egy nagyon elég komoly készletünk van. A negyedik ütemben igény esetén a külterületi, de lakott részeket takarítják a hókotrók. A városgondnokság több mint 300 kilométernyi járdát és mintegy 340 kilométernyi közutat takarít Székesfehérváron.